hullanak a levelek, az ember azt hiszi, hogy lassan mindennek vége, de tulajdonképpen ezzel együtt mindig várjuk is azt, ami éppen ennek köszönhetően közelebb kerül hozzánk. Most például advent, aztán majd karácsony. De ennek az egyházközségnek az életében ez a várakozás így ősszel mindig abban is megnyilvánul, hogy várjuk a búcsút. Kicsit késői búcsú ez, ilyenkor már egy picikét ki vagyunk szolgáltatva az időjárásnak, de hát nem ez a lényeg, hanem az, hogy a Szent Erzsébetes ünnepi misékre, ha lehet, mindig meghívunk valakit, akit megkérünk, hogy mutassa be az ünnepi szentmisét. Mindenek előtt, hogy elfelejtsem, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és most ilyen érseki szentmisén vehetünk részt. De azt mondom, ha valakit meghívunk, nem egyedül jön. Mindig hoz magával még valakit, valamit. Én legalábbis így tapasztalom néhány évtizede. Most például azzal, hogy a kalocsai érsekatyát köszönthetjük templomunkban, tulajdonképpen itt van annak a kalocsai egyházmegyének minden érseke. Az elsőtől kezdve, Asztriktól kezdve, aki most azt hiszem a szívedben nagyon nagy helyet elfoglalt az elmúlt években, és bizonyára szólsz is majd róla. És ugyanakkor, hát hálát adunk azért, hogy hozod magaddal az apostolokat. Itt vannak Péter, András, Fülöp, Bertalan és a többiek. És nem utolsó sorban a védőszentet, Szent Erzsébetet. Olyan jó, hogy ez az egyházközség az akkori hívek 150 évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a szeretett nagy szentjét kérik meg, hogy legyen oltalmazója a kartaliaknak. Így hát most azt mondhatom, első század, 10. század Asztrikra gondolva, aztán 13. század Erzsébet, és hát még valami, ami talán neked is egy érdekesség lesz. Itt van II. János pápa. Egy csepp vére ebben a bizonyos kis ereklyetartóban néhány hete került ide Krakkóból, így hát különböző századok nagyjai azok, akik körülveszik az oltárt velünk együtt, veled együtt. Kérlek, hogy ennek eredményeként részesíts minket igazi nagy lelki élményben, és már előre is szolgálatodért áldjon meg a jó Isten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a szeretetben. Köszönöm plébános atya köszöntő szavait, aki arról a tájról származik, ahol én érsek vagyok, sőt őseim is valók, Kunszent Miklósról, itt vannak a Kunszent Miklósi hívek is, és máshonnét is jöttek zarándokok erre a szép Szent Erzsébet ünnepre, amikor is búcsúját tartja a kartali templom, hiszen Szent Erzsébet tiszteletére lett fölszentelve, annak a településnek a temploma, amelynek gyökerei visszanyúlnak az Árpád-korba, de aztán a török hódoltság után újra kellett, mint mindenütt kezdeni, és az újrakezdésben ott volt a templom építető, aki Árpádházi Szent Erzsébetre kereszteltette, névadójává, védőszentjévé tette a templomnak és Kartal népének, ami kedves szentünket. Most a szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, tök érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Amen. Amen.
Dicsőség a magasságban Istennek. Istenünk, te megadtad Árpád házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat. Minden testi lelki bajukban, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasom meg a kérdés szívek könyvéből. Derékasszonyt kitalál, értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja karját a guzsaj után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott felé, a szűkölködőknek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az Istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok kezemunkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit. Ez az Isten igéje.
Magasszaljátok az Urat én velem, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, és kiragadott minden rettegésből. Hálátadok az Úrnak minden időben. Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, és arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, és minden szorongatásából kiszabadította. Hálát adok az Úrnak minden időben. Az Úr angyala minden istenfélőt körül sáncol, és megszabadítja őt. Ízlejétek és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Hálát adok az Úrnak minden időben. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert semmit sem nélkülöznek az Isten félők. A gazdagok nyomorognak és éheznek, de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek. Hálát adok az Úrnak minden időben. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim! Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban. Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és helyet adott szeretett fia országában. Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje. Mert benne teremtetett mindent a mennyben és a földön, a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, mint hogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek. Ez az Isten igéje. Kedves jó testvérek, szentmisénket elsősorban egyházközségünkért, de emellett Lados Lászlóné, Deák Erzsébetért és édesanyjáért, Zámbó Erzsébetért mutatjuk be. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz.
nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszik köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől, hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek, hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a fizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit visszakapjanak. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi. Főtisztelendő plébános atya, Krisztusban szeretett testvéreim! Az elején plébános atya így kezdte, hogy hullanak a levelek, Szent Erzsébet napja mindig az ősz végére esik. Juhász Gyula egyik versében Szent Erzsébetről ezt írja: letarolt rétek, szomorú tájék, a hervadás ma örömre váljék, ki égből óvva néz a magyarra, ma van a neve napja. Árpádházi Szent Erzsébetnek az ünnepe, itt Kartalon templombúcsú, amely láthatóan is nagy ünnep a községben és a környéken, de a mai szép búcsú ünnepe még teljesebbé válik azáltal, hogy egyrészt Krisztus király ünnepét tartjuk, az irgalmasság éve zárul, és most még nem tudják a hívek, hogy hogy kerül ide, de majd rátérek, hogy a reformáció emlékévét is elindította a protestáns világ. Krisztus király ünnepe zárja az évet, és Krisztus király ünnepén arról elmékedünk, hogy a mindenségnek végső ura Jézus Krisztus a király, kinek mindenek élnek, aki nem olyan értelemben király, mint a földi királyok, hanem királysága az Isten országára vonatkozik. És miután az Isten országa nem terület, hanem az a lelki közösség, ahol megvalósul az Isten törvénye, ezért is mondja ő azt, hogy Isten országa köztetek van. Ott, ahol az emberek szeretetben élnek, legyen az család, barátság, egyházközség, munkahely, ott valamit meg lehet tapasztalni az Isten országából.
ahol az Isten uralma átjárja az emberi lelkeket, és az Isten országának végleges díszpolgárai a szentek. A szentek, akiknek hosszú sorát nem ismerjük, plébános atya említette azt a kérseket, akit sikerült azonosítatnunk, és akit ősidőktől fogva a pannonhalmi bencések szentként tisztelnek, ő is ott van az Isten országában, mint Kalocs első érseke, és sokan mások, Szent II. János Pál pápa erekéje itt van, és hát természetesen a mai napnak a szentje, Árpádházi Szent Erzsébet, aki a legegyetemesebb szentek közé tartozik, mert éppen jósága, irgalma folytán az egész katolikus, de keresztény világ is tiszteli. Walter Nigg, egy protestáns lelki író, aki írt egy olyan könyvet, hogy a szentek visszatérnek a protestáns egyházba is, és elsőként Árpádházi Szent Erzsébetről elmékedik a könyvében. Tehát olyan szent ő, akit az egész keresztény világ egyaránt elfogad és tisztel. És ugyanakkor mi magyarok még különösebb összetartozás tudattal gondolunk rá, akár csak a németek, mert ők úgy mondják, hogy türingiai Szent Erzsébet. Így a Krisztus király ünnepe még inkább teljes az egész világegyházban, amikor a szenteknek nagyszerű példáját fölidézzük és próbáljuk követni. És ugyanakkor ma zárul az irgalmasságnak az éve, amelyet meghirdetett Ferenc pápánk, és kezdtük a múlt év december 8-ával, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának az ünnepével, és a mai napon velünk egy időben Rómában bezárják az irgalmasság kapuit, de nem az irgalmasság tetteit, és ezt az ünnepet úgy tartjuk, hogy egy felszólítást kaptunk a jó cselekedetekre, amelyek nem köthetők időkhöz. A mostani evangéliumi szakasz Jézus hegyi beszédéből 2000 évvel ezelőtt hangzott el, egészen radikális követelményei az Úrnak, amit mi mindig egy eszményként magunk elé tűzünk, hogy olyan jó lenne tudni megbocsájtani önzetlennek, hűségesnek és irgalmasnak lenni, de miután emberek vagyunk, sokszor nem tudjuk megvalósítani, de törekszünk rá. Mindig ott van az a cél, hogy ezt kellene megvalósítanunk. Vannak még gimnáziumban járó gyerekek, ugye van az aszimptotikus görbe, hogy a koordináta rendszert nem éri el, mindig megy feléje, de sose éri el. Hát ilyenik vagyunk mi is keresztények, hogy ott van előttünk a nagy cél, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. De erkölcsi vonatkozásba is csak törekszünk rá. De hogyha már van előttünk cél, akkor az életünknek értelme van, és nem azt mondjuk, hogy úgyis fölösleges mindennek vége, minden jó cselekedet a semmibe hullik az életünkkel együtt, hanem azt mondjuk, ezek a célok olyanok, amelyek Isten világába átvisznek bennünket. Éppen ezért az irgalmasságnak a cselekedete, az lehet, hogy ünnepként a mai nappal zárul, mint jubileumi év, de a feladatok megmaradnak. És az a tett, amit Árpádházi Szent Erzsébet a maga korában, a maga körülményeikhöz szabottan tett, azok mindig utánozhatók. Itt vannak a kenyerek előttem, amit
az ő emlékezetére adunk tovább, az éhezőknek kenyeret adott, ami rózsává vált. Mind a kettő szimbólum, hiszen a kenyér az eukarisztiának az alapanyaga, a rózsa pedig a középkor óta a keresztény jelképiségben Krisztust szimbolizálja. Ezért a pápák a nagyon kiváló embereknek mindig aranyrózsát adtak, mert Krisztusra vonatkozott. Így Szent Erzsébet a jó cselekedeteivel fölfedte a másik emberbe Jézus Krisztust, és mintegy azt adta tovább. És az is úgy elgondolkodtató, hogy az ő anyja Gertrúd volt, Árpádházi Szent Erzsébetnek az édesanyja, akit egy kicsikét befeketített a történelem, bár nem volt ő olyan gonosz, de hát a drámába így kerül elő Katona József bánkbányában, és ott van egy Tiborcz nevű parasztember, aki az örök panaszt, az örök kiszolgáltatottságot, a földön futó életet panaszolja föl, annyira ismerős az előttünk, hogy már ennivalójuk sincsen, mindenért büntetik őket, és micsoda válasz volt Gertrúd lánya Árpádházi Szent Erzsébet részéről, hogy ő a grófi vagyont is, vagy a királyi vagyont is, amit elvitt, szétosztotta, a háziak, az ő anyósa úgy gondolta, hogy elherdálja, bár ő tudta, hogy a felebaráti szeretetnek a tettei megmaradnak, azok elkísérnek bennünket. És nem csak az éhezőkről gondoskodott, hanem a betegekről is. Marburg várában egy ispotályt létesített, ahová ő eljárt és személyesen foglalkozott a betegekkel. Beteg voltam és meglátogattatok. Hát mind a kettő időszerű program, az éhezés megoldása és a betegellátás is, mind a mai világban is. Mert éppen azt a paradox világot éljük, hogy egyrészt nagyon sok éhező ember van a világ sok részén, ugyanakkor mi magyarok éppen a legutóbbi adatok szerint is évi 100 milliárd, nem tévesztek, 100 milliárd forint értékű élelmet dobunk a szemétbe. Mert pazarlunk, mert nem esszük meg, meg ahogy lehet ezt látni, hogy akár a menzán, a gyerekek a vendéglőkben vagy otthon is belekóstolnak, és megy a szemétbe. Most már az állatoknak se lehet odaadni, már erre is ugye, már törvények vannak szinte, és nincsenek is már szinte vidéken is, már alig volnának olyan állatok, amelyek azt megennék. Pazarlunk akkor, amikor a világ másik részén éheznek. Hát ez is egy feladat és egy felszólítás Árpádházi Szent Erzsébet életébe. Ő, amikor látta, hogy pazarlás van a Warburgi várba, akkor ő csak annyit evett, amit a szegényeknek kiosztott. És másik nagy kérdés és feladat szerte Európában a betegek gyógyítása, maga a kórházi ellátás, örök gond, aki ebben benne van, ezt tudja. Ő abban az időben a személyes kapcsolatokkal, a betegek ápolásával segíteni próbált az elesett és beteg emberen. Tehát amit ő akkor tett, az ma is program lehet, időszerű feladat, mert a szentek azok mindig a történelemben tovább élő Krisztusnak a tetteit viszik végbe. Nekünk az a nagy lehetőségünk, hogy maguk a szentek már példát adnak arra, hogy hogy tették ők, hogyan kellene nekünk a mai időkben a felebaráti szeretetet gyakorolni. És említettem, hogy a protestáns világ most ebben az esztendőben már elkezdi az 500 évvel ezelőtti reformációra való emlékezést.
azt mi is megtesszük, de nem ünnepeljük, mert nincs mit ünnepelnünk azon, hogy szétvált a keresztény nép. De emlékezünk, és tanulságokat vonunk le. Árpádházi Szent Erzsébet abban a várban nevelődött 4 éves korától, Warburgban, ahol 300 év múlva, vagy talán még annyi se pontosan, Luther Márton, bölcs, frigyes, választó fejedelem által ott helyet kapott, ő ott elbújtatta, és Luther Márton ott fordította le a Bibliát, közben örökké küzdve a maga lelkével és a gonosz lélekkel, még mindig őriznek egy tintafoltot, hogy odavágta még magát a tintás üveget is a falhoz, miközben az ördöggel küszködött és vívódott. Luther Márton látta ténylegesen, mert nem tagadhatjuk, az egyház akkori erkölcsi bajait, és próbálta megreformálni, de úgy, hogy változzon meg a pápa, változzanak meg a papok, változzon meg mindenki, aki magát kereszténynek mondta. Árpádházi Szent Erzsébet, miután Szent Ferenc rendjéhez tartozott, Szent Ferenccel együtt nem azt mondta, hogy változzon meg a pápa, hanem változzak meg én. Itt van a különbség a reformátorok és a szentek között. Azok nem mást akartak megváltoztatni, hogy te legyél jobbá, hanem azt mondták, hogy nekem kell jobbnak lenni, nekem kell megtérni. És hát ő ezt meg is valósította, Szent Ferenccel együtt. Mindenki ismeri talán a Szent Ferenc filmet, amikor elmennek a nagyhatalmú pápához, megcsókolja a pápának a lábát, és akkor a pápa álmában látja, hogy ez a kis ember fogja megmenteni azt az egyházat, amelyik düledezik, neki támasztja a vállát a lateráni bazilikának álmában, mert való igaz, hogy a középkori egyháznak, bár a hitben igazat vallott, de tetteiben sokszor eltért tőle, hogy ez az ember a maga radikális evangélium követésével meg fogja menteni, és meg is mentette. És hozzá csatlakoztak sokan, így Árpádházi Szent Erzsébet is. Magán kezdte, nem a másik emberem. És itten példát adnak ismét csak a szentek, hogyha azt akarjuk, hogy jobbá legyen a világ, akkor kezdjük magunkon. Hogy mit lehetne tenni, hát ezért is Jézusnak az örökös felszólítás, hogy térjetek meg, nem arra vonatkozik, hogy térje meg a szomszédom, hanem hogy én. Én próbáljak változtatni rajta a bűnbánat által, aztán a jó cselekedetek gyakorlásával. Árpádházi Szent Erzsébet így lett aztán a középkor egyik legnagyobb szentjévé, hanem a legnagyobbá Szent Ferenc mellett. És itt van példát ad nekünk, és miután magyar királylány volt, 4 éves koráig itt élt, és nem felejtette el, hogy ő magyar volt, ment vele a dajkája. Följegyezték róla, hogy amikor 24 évesen, nagyon nagy betegségben meghalt, előtte magyar dallamokat énekelt, amit ő gyerekkorában hallott. Azokat az énekeket magával vitte, és a dajkák biztos tanították még magyar nyelvre is. Ezért is ő az egyik legkedvesebb magyar szentünk, akit kérünk a magyarságért, hogy ahogy ő minden élet állapotában, lányságában, fiatalasszonyként, özvegyként példát adott kora női társadalmának, ugyanúgy adjon példát a mai lányoknak, asszonyoknak, özvegyeknek, hiszen nemzetünknek a sorsa sokkal inkább múlik a nőkön, mint a férfiakon. És ezért is Magyarországnak a megújulása, Magyarországnak a magyarságnak a megmaradása az nagyon fontos feladattá válik, és itten ismét csak isteni kegyelemre van szükségünk, a szenteknek a közbenjárására és példájára. Kartalon Szent Erzsébet napja mindig búcsúnap is, a különleges bűnbocsánat
kegyelmének a napja, s ugyanakkor az egyházközségnek is nem csupán a templom falainak az ünnepe, hanem annak az egyházközségnek, amelyik ide jár, tagjai itt vannak, itt imádkoznak, együtt gondozzák a templomot, a plébániát, felelősséget vállalnak itt az Isten országáért, mert mindig ott kell tennünk a jót, ahol vagyunk. Ezért is legyen áldás a mai ünnep nyomán az egyházközségen, amik szép kedves szentünknek, Árpádházi Szent Erzsébetnek a példájára és égi közbenjárására. Amen. Hiszek az egy Istenben. Testvéreim, kérjük Istent, hogy Árpádházi Szent Erzsébet érdeméért hallgassa meg könyörgésünket. Hogy az egyház mindig és mindenütt hirdesse és gyakorolja a Szent Erzsébet önfeláldozó ember szeretetét. Kérjük, hallgass meg minket. Hogy hívő néped irántad való szeretete embertársainak is segítségben is megmutatkozzék. Hogy egyházközségünk Szent Erzsébet példája nyomán gondoskodjanak szegényeinkről és betegeikről, az öregekről és az elhagyatottakról. Kérünk, hallgass meg minket. Hogy a keresztény családanyák és az özvegyek az Isten félelemben és a jótékonyságban lássák igazi ékességüket. Kérünk, hallgass meg minket. Hogy az irgalmasság gyakorlásával elhunyt szeretteink lelkén is segítsünk. Mindenható Atyánk, Te Szent Erzsébet példáján megmutattad, hogy aki önfeláldozóan segíti embertársait, az könnyebben viseli saját keresztjét. Segíts minket is, hogy tevékenyen szeressük a rászorulókat, s ebből vigasztalást és erőt merítsünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, szentgyónási lehetőség van a Szent Mise hátralévő részében. Szent Erzsébet, egyszerű néven, a Isten úrban kötényképen, mikor féle borgolom szobában, szemű időt.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd el néped adományait, Istenünk, s add meg nekünk, hogy míg fiad végtelen szeretetének áldozatát megjelenítjük, szentjeid példája nyomán megerősödjünk az ő szeretetében s a fele baráti szeretetben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl a szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által, mert szentjeidnek példás életével az Anya Szent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg, és így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, és imádsággal is közben járnak értünk, jóságod mindenkor kérve, ezért Urunk az angyalokkal és szentekkel együtt, magasztalunk téged és újjongva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott illeti Urunk, és hitbe valljuk fel átadásodat, amíren nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve,
Fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egy házat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Miklós püspökünkkel, Lajos segédpüspökével, Balázs érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk, Istenünk, add, hogy a szent áldozatban megújulva kövessük Árpád-házi Szent Erzsébet példáját, aki téged fáradhatatlan buzgósággal tisztelt, s népednek kifogyhatatlan szeretettel viselte gondját, Krisztus, ami Urunk által. Szíveskedj megállni, megszentelni, és utána segítő társakkal a bejárati, illetve kijárati ajtóknál mindenki vihet magával. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te szent fiad, legszentebb imádságába belefoglalta, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg. A mindennapi kenyerünkért imádkozva, fáradozva, szentelem meg Árpád-házi Szent Erzsébet közben járására ezeket a kenyereket, hiszen ő is ezt osztotta a rászorulóknak, és mint egy példát adva arra, hogy segítsünk
az éhezőkön, a rászorulókon, mert nagyobb boldogság adni, mint kapni. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon ezekre a kenyerekre, és mindazokra, akik ezt elfogyasztják. Amen. Excellenciás érsek úr, a jelenlévők, de az egész Kartali Egyházközség és annak képviselőtestülete nevében is nagy tisztelettel megköszönöm, hogy elfogadta apát úr meghívását, és velünk ünnepelt templomunk búcsúján. Hát ez a templom nem rendelkezik, nem büszkélkedhetik olyan történelmi érdemekkel, olyan történésekkel, mint a Kalocsai Székesegyház, de azért nagyon kedves nekünk. Így jó. Próbáljuk is József atya irányításával mindig egyre inkább szebbé tenni, hogy a külsőségekben is méltó legyen a köztünk lakozó Úr Jézushoz. De úgy gondolom, hogy nem is ez a lényeg, nem is ez a fontos, hanem nagyon jól illeszkedik a mostani énekünkhöz, amit énekeltünk a Locus Istea Deo Factus Est kezdetű dalhoz, mert hogy ezt a helyet az Úr alkotta, mindennél drágább szentség, szent ez a hely és sérthetetlen. Azért imádkozzunk, és imádkozzunk is azért, hogy excellenciád jelmondata alapján is minél többet tudjunk tenni itt a Földön pro regno Dei, Isten országáért. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy velünk ünnepelt, Isten hozta érsek atyát, és hogy a kalocsai hívek is elhiggyék, hogy köztünk jár. Fogadja tőlünk nagy szeretettel ezt a Szent Erzsébet alkotást, amit egy közöttünk élő népművészetmestere, Angyalka néni alkotott. Gyönyörű, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon gyönyörű. És akkor utolsó szó jogán még egyszer köszönöm, hogy el tudtál jönni közénk. Adja Isten, hogy úgy emlékezz erre az órára, amit most itt töltöttél, hogy már most kezd a visszaszámlálást, hogy mikor jöhetsz legközelebb, és csak hívj és szólj, hogy jönnék. És akár a saját egyházmegyében tudom, hogy sokszor kiruccansz hirtelen, majdhogy nem meg is lepve ezzel a kedves atyákat, és misézel itt-ott a legkisebb falvakban is, sorolj meg Kartalt is azok közé, a falvak, községek közé, ahol szívesen látnak. Köszönöm szépen a meghívást, és örültem, hogy itt lehettem. Csak válaszolni szeretnék, hogy nagyon örülnék, ha Egyházmegyén minden temploma, minden plébániája ilyen szép és ilyen rendezett volna, de úgy gondolom, bármelyik főpásztor abban a pillanatban, ahogy ezt megtekinteni, igazat adna nekem, mert valóban, ez olyan, mint egy kis ékszer doboz itt a kartali templom belülről, környezetében, plébániájában, ami egyrészt a híveknek, a egykori plébánosoknak a fáradozását és a templomért végzett, egy plébániáért végzett munkáját is mutatja. Rájuk áll a Zsoltáros szava, hogy szeretem, Uram, házad ékességét. Hát ezt én is dicsérem, és adja Isten, hogy maradjanak is mindig olyanok, akik az Úr házának az ékességét szeretik. Most pedig fogadjuk a búcsúi áldást. Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve! Segítségünk az Úr nevében! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.
mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen Kedves jó testvérek, mielőtt a befejező éneket énekelnénk, hadd szabadjon megemlítenem, hogy mához egy hétre vasárnap, advent első vasárnapján, az esti mise előtt egy órával, tehát 5 órától 6-ig a Mátyás templom kórusa énekel Tardi László, dr. Tardi László kántor karnagy vezetésével 45 tagú vegyes kar indítja útjára az új egyházi évet, tehát mához egy hétre, aki gondolja, ne a reggeli, vagyis délelőtti, hanem esti misére akarjon jönni, előtte pedig hallgassa meg az ország egyik legjelesebb templomának csodálatos kórusát. A héten a szentmisék a megszokott rendben lesznek, tehát erről nem is kell, hogy szóljak. Megköszönjük Telek Csaba pékmesternek a kenyereket, a Jóisten éltesse őt családjával együtt, soha ne fogjon el az ő asztalukról sem a kenyér.